Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! Megtartotta első ülését az új alakult Bonyhádi Önkormányzati Testület. A testületnek beszámoltak a város intézményei, kinevezték a Bonikon vezetőjét, és szó esett többek között a város közvilágításának korszerűsítéséről is. Először ültek megválasztásuk óta a város képviselőtestületének tagjai a tárgyalóasztalok köré. Filoni Ferenci Baja polgármester az ülés elején kifejtette, reményei szerint a város érdekeit minden döntésében szem előtt tartó testület kezdi meg 5 éves munkáját. Azt gondolom, hogy már a bizottságüléseken is megnyilvánult az a magatartás és az a hozzáállás a képviselőtestület részéről és valamennyi bizottsági tag részéről, hogy mindenki a városért szeretne dolgozni az elkövetkezendő 5 évben, és szerintem ez az első ülés összes napirendi pontjánál be is igazolódott, hiszen már ebben az elmúlt időszakban sem volt nagyon másképp, csak talán több heves vita volt, de nem minden ülésen vannak olyan napirendi pontok, amely heves vitákat vált ki. Összességében azt gondolom, és egy ülésből még azért nem lehet levonni messze menő következtetéseket, de bízom abban, hogy ez a testület valamennyi tagja az előterjesztéseket támogatva Bonyhádért fog dolgozni az elkövetkezendő 5 évben. Lejárt a megbízatása a Bonikon Kft. Ügyvezetőjének. Farkas Attila egyedüli pályázóként újra elnyerte a címet. Örülök annak, hogy dr. Farkas Attila folytatja ezt a munkát. Nem könnyű ez a feladat, amit ő elvállalt, és örülök, hogy benyújtotta a pályázatát. Egyetlen személy volt, aki erre a posztra pályázott a kiírás folyamán, és az elkövetkezendő 5 évre, 2020. január 1-től őt nevezte ki most az önkormányzat újra ügyvezető igazgatónak. Nehéz helyzetben van, hiszen maga a Bonikom teljesen átalakult, olyan feladatok kerültek el tőle jogszabályi változásoknak következtében, amelyek egy erős céget segített fenntartani hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül. Egy strukturális váltásra volt szükség az elmúlt 5 évben. Ez az átalakítás megtörtént, most már csak a feladatot kell maradéktalanul ellátniuk. Nem könnyű sem a dolgozó létszáma, sem az adott körülmények között, de bízom benne, hogy igazgató úr meg fog felelni ennek a követelménynek. Szó esett a város közvilágításának korszerűsítéséről. Filoni Ferenci Béla szerint az általános vélemény, hogy szükség volt a fejlesztésre, és az is egyértelmű, hogy a lehetőségekkel élve a rosszabbul megvilágított térségekben további lámpák felszerelésére lesz szükség. Ennek felmérése jelenleg is folyamatban van. Egy meglévő rendszert kellett lámpatestekkel cserélni, és ez soha nem hoz olyan eredményt, mint amikor újonnan tervezünk közvilágítást egy településen, vagy akár egy település részen. Hiszen ami most van megtervezve a mostani igények szerint, az egészen másképpet mutat, mint amikor egy meglévő rendszert, meglévő oszlopokra új lámpatesteket helyezünk el. Ugye Bonyhádon egyébként akkor is modern volt, amikor az előző készült nátriumizós lámpatestek voltak a városban. Más jellegű, tehát nem lehet egy az egyből összehasonlítani a ledet a nátriumizókkal, teljesen más jellegű fényt is ad, lényegesen kedvezőbb az áramfogyasztása a ledeknek, ez alapvetően befolyásolta a korszerűsítésnek a lényegét és a fontosságát, hiszen abból a modernizálásból, amit most végrehajtottunk, a megtakarításból tudjuk ezt finanszírozni, tehát plusz forrást a városnak ehhez nem kell hozzátenni. Minden utcában adott a lámpaoszlopoknak a sűrűsége, a száma, a mennyisége, ott, ahol ezek eredetileg kellő sűrűséggel lettek kialakítva és megtervezve, ott a LED világítással kiváló szinte nappali fényt sugároznak. Szerintem az olyan utcában élők elégedettek a közvilágítás korszerűsítésével. Ott, ahol pedig ritkában vannak ezek a lámpaoszlopok, ott lehetőség van most arra, hogy meglévő közvilágításhoz tartozó oszlopokra még további lámpákat helyezzünk ki. Ennek a felmérése most zajlik a műszaki osztály segítségével. Maga a szerződés is úgy kötetett a kivitelezővel, hogy 100 lámpatestet pluszban még felszerel olyan helyszínekre, amit az önkormányzat kér. Hogy pontosan hol legyenek ezek a helyszínek, azt nem csak a műszaki osztály szakértelmével, hanem a lakosság jelzése alapján is figyelembevételével fogjuk megvalósítani. Zajlik ez a munka, amikor a legutolsó utca, legutolsó világítása is meg lett vizsgálva és felül lett vizsgálva, akkor fogjuk tudni ezt véghez vinni.
Első alkalommal rendezett a bukovinai Székelyek Országos Szövetsége népdaléneklési versenyt, ahova a vártnál többen az országhatáron túlról is érkeztek énekesek Bonyhádra. A Nyisztor Albertnéról, a székelyek köztiszteletű, nemrég elhunyt énekeséről elnevezett találkozó célja elsősorban az eredeti archaikus népdalkincs felvonultatása és továbbadása volt. Bukovina közepiben születtem, anyám se volt, méges felnevekedtem. Úgy nőttem fel, mint az erdő nagy csipke rózsa, volt szeretőm, bár soha se lett volna. Ki kell nyitni a kapukat mindenkinek, aki a bukovinai kultúra értékei iránt fogékony, mondta Illés Tibor, a Székely Szövetség országos elnöke. Ennek a folyamatnak részeként szervezték meg az első bukovinai székely énekversenyt, melyre a határon innen is túlról is érkeztek indulók szép számban. A szervezők emléket akartak állítani Nyisztor Bertalannénak is, aki a népcsoport leghíresebb énekese volt. A varázsa abban volt, hogy mintha elrepült volna fölötte a 20. század, valami olyan archaikus, tiszta lélekkel mondta a dalait, hogy megragadta az embert. Egyszer a néptánc antológiát Budapesten a sportcsarnokban rendezték 6-7 ezer ember előtt, és arsogó, rohanó fiatal tánccsoportok dübörögtek a színpadon, és kérték, hogy a Rózsi néni énekeljen. És a két szám között nagy zsongás volt a nézőtéren, a több ezer ember ott elkezdett beszélgetni, és egy kicsi öreg asszonyt vezettek be a nézőtérre. Már nem is állva, leülve énekelt, elétették a mikrofont, és amikor a technika segítségével megszólalt a hangja, egy pillanat alatt olyan csönd lett abba a hatalmas arénába, hogy az ember a szívdobogást is meghallotta. Ez volt az ő varázsa, és ezt hivatott továbbvinni ez a rendezvény is. Összesen 43-an álltak színpadra 4 korcsoportban. A legkisebb alig volt iskolás, míg a legkorosabb már a 8. X-et is leírta. Kicsit aggodalmat is keltett bennünk ez a dolog, hogy vajon lesznek-e és mennyien lesznek, és hát akkor hirtelen tényleg mindenhonnan ugye külhoniak, határon túli, vagy nevezhetjük most a Kárpát-medencei résztvevőink vannak, ugye Madéfalvától, Dévac, Erján keresztül, Aldunáról ugye a Pancsova, Székelykeve, és ugyanakkor a tagegyesületeink, hiszen azok is szép száma résztvevői, illetve küldött énekesek vannak onnan. Illetve hát Debrecentől Siófokig, ahogy már említettem, tehát sokan jöttek, és biztos, hogy, és mégis ez is a cél talán, hogy egy olyan fajta, tehát kinyissuk a kapukat, a táncnál is ugyan hasonló volt a szóló táncnál, kinyissuk a kapukat, meg tudjuk mutatni azokat az értékeinket, és hát természetesen örömmel veszük, ha ezt úgy táptalajra lel, és sokan kapcsolódnak, megismerik ezeket az értékeket, kincseinket, és bízom benne, hogy szórni fogják az egész országon belül. A zsűri arra is kíváncsi volt, vajon a nemzedékek mi módon tudják átörökíteni őseik dal kultúráját. Ma a népdalvilág újjá éledésének vagyunk tanúi. Nagyon sok városi gyerek, fiatal, sőt felnőtt, vagy nyugdíjas kezd el népdalokat tanulni. És a bukovinai székelyek dallamvilágának, szövegvilágának olyan vonzása van, az előadásmódnak olyan különös értékei vannak, ami miatt nagyon sokan akarják megtanulni. Tehát a mai versenytől azt várom, hogy megmutatkoznak a bukovinai székelység itt élő tagjai, megmutatják, hogy ők még mit őriznek, mit vittek tovább a gyerekeikkel, unokáikon keresztül, de várom azt is, hogy megjelennek azok a fiatal vagy kevésbé fiatal énekesek, akiket már ez a típusú vonzás ismertette meg a népdalokkal. A bírálók végül 10 kiemelt arany emlékplakettet, 5 kiemelt arany, 12 arany és 10 ezüst oklevelet osztottak ki a résztvevők között. Egy szép ünnep is, és bízom benne, hogy tényleg ez a,
ez az énekverseny ez meg fogja koronázni ezt a kultúrát. Árva madárja párjai, édesanyja a fiai, a jó katona megküzd hazájai. Idén november közepén tartották meg a Mézes reggeli programot az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrárminisztérium támogatásával. Tolna megyében összesen 65 intézmény, óvoda és általános iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, vagyis közel 10 000 gyermek kóstolhatott különböző akác, hárs, repce mézfajtákat. Így volt ez Bonyhádon is a Széchenyi Általános Iskolában. Mindenki lehet nyom, amilyet szeretne. Tessék, nyomjatok. Azon vegyes méz van már, az biztos. Persze. Bonyhádon a Széchenyi István Általános Iskola tanulói vajas mézes kifit reggeliztek. De azok a diákok sem maradtak ki a mézes reggeli programból, akik nem az iskolába étkeztek. Ők a délelőtti szünetekbe ostya lapra nyomva többféle termelői méz különlegességet is megkóstoltak. Azért ízlik a méz, mert nagyon sok ember meggyógyít, és... Jó a kölgésre, és még a tejába is lehet tenni, hogy jó legyen. Már több helyen kóstoltam. Voltak ilyen rendezvények, ott is adtak, és minden más. Hát ilyen rendezvényeket kaptam. Én már máskor is kóstoltam, és szerintem nagyon finom, egészséges, köhögésre is jó. Mindenkinek ajánlom, szerintem a hársa a legjobb méz. Egészséghéten kóstoltuk már, vegyes mézet kóstoltam, akác mézet, és termelői méz, nagyon finom. És az osztálytársunk apukája nagyon szeret méhészkedni, és ezért az iskolán felajánlotta neki, hogy hozhat egészséghétre mézkóstolást, és most a héten is csak úgy mézet kóstolni. Nagyon finom a méz, egészséges, most úgy is fáj a torkom, és nagyon szeretem. Meg egészen jó, eléggé édes kicsit, és egészen jó az állaga, nem nagyon folyik, sem nagyon híg, hanem olyan pont kellemes. 2014. novemberében szervezték meg először a mézes reggeli programot hazánkban. Azóta minden évben megtartják országszerte. Mai nap folyamán ugye 2014-ben csatlakozott Magyarország is az Európai Mézes Reggeli Programhoz, ez Szlovéniába indult. Eleinte 50-60 iskolával kezdődött, 50 ezer gyermeket tudtak megreggeliztetni. Tavalyi évben már közel 200 ezer gyermeket próbált meg az Egyesület, meg az Országos Egyesület is elhi szerveznek megreggeliztetni. Az idei évben úgy néz ki, hogy sikerül 200 ezer általános iskolás gyereknek eljutatni a mézet, és fölhívni a méhekre, a mézre és az egészséges táplálkozásra a gyerekek figyelmét. Az Egyesület rengeteg szóróanyagot bocsátott a helyi egyesületek és a termelők segítségére. Az iskoláknak is eljuttattunk egy DVD-lemezt, amin kisfilmek vannak a méhek életéről, a méhek hogy készítik a mézet. Ez levetítésre kerül, ha igény van rá, akkor magyarázat is következik, szóróanyagok vannak hozva, a gyerekeknek vannak kérdéseik, válaszolunk rájuk, és bátran kérdezgetnek, bátran kóstolgatnak, és elég nagy sikere van évről évre. Több gyereket érdekel és érint, és pozitívumokat lehet észrevenni a fogyasztásban is, és az érdeklődés iránt is. Tolna megyében összesen 65 intézmény, óvoda és általános iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, vagyis közel 10 000 gyermek kóstolhatott különböző akác, hás, repce, mézfajtákat. Az idei mézes reggeli program abból állt, hogy az iskola vezetőségével előre megbeszélt időpont alapján meg lett beszélve az iskolának az élelmezési osztályával, akik ellátják a 10 órai uzsona ebéd az iskolával. Meg lett velük beszélve, a mai nap reggel folyamán vajas kiflit kaptak a gyerekek. Én előzőleg már el lett nekik szolgáltatva a méz. Őt elkészítették a vajas mézes kifliket, amiket a gyerekek megkaptak úgymond 10 óraira, reggelire. És pluszban pedig még felhoztunk ide mézeket, amit akik nem kapnak úgymond itt 10 órait, mert önállóan étkeznek, azok is tudtak itt maguknak nyomni fajta mézeket, és a többiek is tudtak jönni, és ostyalapon tudtak végigkóstolni a terméket. Végül is a lényeg az, hogy fölhívni a figyelmet országos szinten, meg európai szinten arra, hogy a természetes étel fogyasztására a helyi termelők
segítésére, és arra, hogy az egészséges táplálkozás, és hogy milyen fontos szerepet játszik a reggeli a gyerekeknek is, hogy ne hagyják ki, mert vannak olyanok, akik eljönnek otthonról, úgyhogy nem esznek, itt nem esznek, ott nem esznek, és hogy fölhívni a figyelmet a reggeli fontosságára. Néznek a fontosságára is, és arra, hogy ez egy természetes édesítőszer, már az őskorban is használták, a mai napig a legegészségesebb édesítőszer, a minőségét végül is korlátlan ideig megőrzi. Találtak mézet a piramisokban is, ami mai napig fogyasztható állapotban van, de hát ez egy természet kincse. Régebben úgy mondták, hogy a felsőbb életszínvonalnak volt a tápláléka, a mai világban meg most már megtehetik az emberek azt, hogy aki megteheti magának, az tud mézet vásárolni, és ezt a fenségesen el tudja fogyasztani. A programnak köszönhetően egyre több gyerek szereti meg a mézet, és kever saját magának vegyes mézet. Nagyon szerencsés iskola vagyunk, mert hogy Simon János apuka, nem csak méhész, hanem édesapa is, két gyereke is ide jár az intézménybe, úgyhogy jó szívvel vállalja be az iskolában ezt a programot. Tavaly még úgy kellett a gyerekeket lehozni és rábíztatni őket, hogy melyik mézet kóstolják meg, vagy hogy mindegyiket kóstolják meg. Most ott tartunk, hogy a 6 csomag ostja elfogyott, mert hogy már önkiszolgálóan kezelik a méz adagolót és kóstolják a mézeket, különbséget tudnak tenni a különböző mézek között, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy megszokták ezeket az ízeket, és talán otthon is kérik. Nagyon fontos az, hogy mivel nagyon édes szájúak most a gyerekek, hogy természetes anyagokkal is találkozzanak, ezzel édesítsék a teájukat, vagy egy szénhidrátos reggelinél mézet használjanak. Ezért is volt ma az, hogy a konyhától csak sima vajas kenyeret kértünk, és akkor a gyerekek maguk adagolták rá a mézet, hogy egy kicsit már az étkezési szokásaikon is tudjunk változtatni. A Bonyhádi Általános Iskolában összesen 9 kg méz fagyott el, és további 600 darab mézes tasakot osztottak ki a tanulók között a helyi termelők. Összekapcsolódott a környezettudatosság és a jótékonyság abban az akcióban, melyet a város önkormányzata hirdetett meg, és a Család és Gyermekvédelmi Központ közreműködésével valósított meg. Olyan használati tárgyakat és ruhaneműket gyűjtöttek be, melyek egy adott háztartásban már feleslegessé váltak, ám ezek más családok számára felhasználhatóak. Gyűlnek az adományok a Család és Gyermekjóléti Központban. A kezdeményezés lényege, hogy a még használható ruhaneműket és tárgyakat, melyek használaton kívül vannak az egyik háztartásban, a rászorulók megkaphassák. Ez egyszerre környezettudatosság és jótékonyság, vagy ha úgy tetszik, szociális gondoskodás is. Az önkormányzat idén is csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, melynek keretén belül hirdettünk egy egyhetes programot, a Nem használom, felajánlom címen. Ennek keretén belül használható még jó minőségű ruhákat, játékokat, elektronikai kisberendezéseket, mint például hajszárító, kis kávéfőző, vízforraló, ilyesmiket szerettünk volna gyűjteni, melyet később a családsegítők, illetve gyermekjóléti szolgáltatók fognak kiosztani családok részére. A gyűjtés az 7 helyszínen zajlott. 7 gyűjtőpontunk volt az önkormányzatnál, a gondozási központnál, a helyi általános és középiskolásoknál, illetve a Bonyhád és Majosi óvodákban lehetett leadni az adományokat. Több kolléga is érdeklődött, hogy ők hétfőn látták a plakátot. Hétköznap sajnos nem volt idejük összegyűjteni az adományokat, úgyhogy ők majd még hétfőn, tehát az akció letelte után is fognak hozni adományokat. Ez a program egy része a város hulladék csökkentését célzó kezdeményezésének. Szó esik a héten a szelektív hulladékgyűjtésről, a nyersanyagok felhasználásának csökkentéséről, de a műanyag hulladékok csökkentéséről is. De térjük vissza az adományozásra. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat évek óta végzi ezt a fajta segítségnyújtást. Az adományokat adományosztás keretében fogjuk eljuttatni a hátrányos helyzetű családoknak. Lesz itt nálunk a szolgálatnál is, illetve a családsegítők ki is viszik területre a családoknak, el is juttatják. Ezen kívül játszóházat is fogunk tartani, ahova pedig a völcsékben élő hátrányos helyzetű gyerekeket és szüleiket várjuk, és őket pedig meg fogjuk ajándékozni a beérkezett játékokkal. Az idei évben 195 gyermeket gondozunk eddig a napig, tehát ez a legfrissebb adatunk.
Ez 0-tól 18 éves korosztályt tesz ki, nagyon változó, tehát vannak egészen picik, és vannak nagyobb gyermekek is. Ezek az adományok sok esetben tényleg óriási segítséget jelentenek azoknak a családoknak, akik a mindennapi megélhetéssel küzdenek, mondja Solymosi Andrea. Nem véletlenül hátrányos helyzetű családokról beszélünk. Szociálisan hátrányos helyzetűek, így kell érteni. Nagyon kevés havi bevétellel rendelkeznek, anyagilag mindenféleképpen rászorulnak, és hát tudjuk, hogy jön a karácsony, nagy ünnep, és nagyon, nagyon örülnek, és nagyon szívesen fogadják az adományokat, amiket tőlünk kapnak. Az adakozó kedv nagy, aminek nagyon-nagyon örülünk. Tényleg azt gondolom, hogy Bonyhád megmozdult most erre a felhívásra. Rengeteg ruhaneműt, játékot kaptunk. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy csak használható játékokat szeretnénk a továbbiakban kérni, és kiemelném azt is, hogy mit nem. Nem kérünk használhatatlan szakadt cipőket és ruhaneműket, mert sajnos ilyennel is találkoztunk. És azt szeretném kérni az adakozóktól, hogy vegyük figyelembe, hogy akikhez eljutnak ezek az adományok, ők is emberek, és tartsuk méltóságban és tiszteletben őket. Egy eddig epizódistának is alig nevezhető fiatal játékos Kaufmann Bence csereként állt be a Bátaszék elleni, az őszi elsőség szempontjából az egyik legjelentősebb mérkőzése, és főszereplővé vált a 2-0-ás bonyhádi győzelemben a csereember. Fölvetődik a kérdés, Sásdi Bence és Wirth Dániel után újabb saját nevelésű fiatal követel majd helyet magának a bajnokságra törő bonyhádi nagy csapatban. Egy saját nevelésűnek is mondható fiatal játékos, bizonyos Kaufmann Bence jött be 0-0-nál a Bátaszék Bonyhád rangadón. Nem akárkit, a csapat legismertebb játékosát, Pap Rolandot váltotta, akit már talán az El Clásicóra, a Bonyhád Majos derbire pihentethetett Köllő Roland. Nos, az eddig csak kevés epizód szerepet játszó középpályás enyhe túlzással főszereplőjévé vált az ősz egyik legnagyobb, az első hely szempontjából meghatározónak számító mérkőzésének Bátaszéken. Az utolsó negyed órában szabadrugásgól, majd szögletből született bonyhádi találat előkészítésében, így a fontos győzelem megszerzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Kaufmann Bence. Őt egy egyéni akciója után buktatták a kaputól 20 méterre, és a megítélt szabadrugást bombázta be Máté Robert. Ő harcolta ki a meccs vége felé, és ő is végezte el azt a szögletet, ami után Preininger Patrik fejelhetett a meccset alapvetően eldöntő gólt. Okkal örült a meccs végén Kaufmann Bence, mert hogy néhány korábbi epizód szerep után nem kapott eddig beugrás, illetve bizonyítási lehetőséget edzőjétől Köllő Rolandtól. Hullámvölgyben voltam, azért nem voltam kezdő elég sokáig. Hál' Istennek a Roland megadta a bizalmat, és hál' Istennek vissza is éltem vele. Azt mondta, hogy menjek be és fussam ki magam. Ami bennem van, adjam ki magam, mind a védekezésbe érjek vissza, és a támadást is próbáljam meg a lehető legjobban segíteni. Ez a 20 perc a lehető legjobb önbizalom növelő tényező Bencénél, hogy elhiggye, több lehetőséget fog kapni a megyei első osztály szintjén nagyon erős, a bajnoki cím megvédésére készülő bonyhádi csapatban. Teljes mértékben az van az, hogy minél többet tudjak játszani, és többet nyújtani is. Köllő Roland 0-0-nál még gondolkodóban mi több dilemmában volt, amikor egyszer csak eszébe jutott Kaufmann Bence. Nagyon el voltam keseredve egyébként, mert a Bátaszék jobban játszott, főleg az első fél időben momentumunk nem volt, szerencsénk volt, hogy nem szerezték meg a vezetést. Láttam, hogy a Rócsi már Pap Rócsi már nem igazán tud hozzátenni. Szerencsénk van, tehát ilyenkor nehéz belenyúlni a meccsbe, most szerencsénk volt. Én azt gondolom, hogy ez egy, és összességben is ez egy szerencsés győzelem, hiszen a Bátaszékiek sokat tettek, nem csak az egy pontért, de még a háromért is. Az edző, ő tudja miért, ő ismeri a játékosát, nyilván pedagógiai okokból nem dicsérte túl a fiatal játékos, akinek még bizonyítania kell ahhoz, az eddig valóban nem meggyőző szereplése után, hogy mint Sásdi Bencének, vagy Wirth Dánielnek, előbb-utóbb neki is helye lehet a csapatban. Ehhez feltétlenül elég néhány ilyen kispadról történő beúrás, mint a Bátaszéki volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!